követő rajongó, szeretettel köszöntelek te. Kicsit már elhanyagolod magad, és nem lehet télen, magaddal kell foglalkozni, nyáron is, tavasszal, ősz, mindig. Csak magaddal foglalkozó, mindenki másnak takar, figyelj ide. De ilyenkor a bőrápolás a legfontosabb. Most első lépésben ám egy, tudjál róla, gyorsan bemutatom neked. Ja, most engem videóz, nem, most ezt nem magamban csinálom, anyukám, ezt most videóznak. Ezt. Nem fogod tudni soha kimondani a nevét, de próbáld meg, Skinceuticals, és ez a Ferulic, ez a Serum 10. Ennek az a csodája, hogy úgy van, na ez egy szabadalom, mindegy, nem kell ezt neked nem kell tudni, mert érte nem vagy te a karikokati. Annyit tudjál, ide figyeljél, hogy a C-vitamin az így benne marad. És a C-vitamin a legfontosabb a bőr számára. Kicsit egyébként ilyen olajos, de nem annyira olajos a termék, de nagyon jó az állaga. Na, ezt lököd föl első körbe, és télen a legfontosabb, mert sehogy nem viszed be a C-vitamint, ha csak nem megeszel egy másfél kiló citromot naponta. Na, de a másik, ami fontos, hogy sajnos a szemeden nem javít a Skinceuticals, azzal ne foglalkozz, ez az Age Interrupter Advanced. Fú, ilyen egyszerű neve van. Skinceuticals, úgy mondok. Én mondjuk szkütikálozom is, de ez Ceuticals, az a neve. Ezt viszed másodjára föl. És amit azt gondolnád, hogy a napnak taka, mert tél van, és abszolút nincs szükséged fényvédelemre, kapaszkodjál meg, van, és az a legvégén pedig ezt a terméket lököd föl a kis arcodra, és ami csodálatos, mert ezt nem, ja, mert ezt nem akartam, gondoltam, ezt megtartom magamnak ezt a titkot, de elmondom neked, hogyha rendelsz, elég pupos lovettájra, 80 ezerért rendelsz ebből a termékből, kapasz, nem lesz nehéz, jó? Az nyugodjál meg. Akkor viszont téged betisztelnek, böböcsülnek egy sejem párnahúzattal. Hát ha valamit nem ér, urinőnek érzed majd magad, az, ez a sejem párnahúzat tényleg gyönyörű. Nem tudom, hogy volt-e már sejem ágyneműd. Hát ez majdnem annyi, mint ezek a termékek, érted? Úgyhogy ezzel, erre tudlak téged most itten ösztökélni, hogy egy istős, mindjárt húzok erre egy párnát, erre tartsd a vonalat addig. Na, várjál anyám, most már fölhúztam a párnát, csicskazacskó, fölhúztam neked a párnát, szóval így néz ki, tehát még egyszer mondom neked, figyelj, mi a feladat, hogyha te előkelő akarsz lenni, érted? Városkirálynő akarsz lenni, sejjen párnán akarsz aludni, ez első lépés, második lépés, és a harmadik a fényvédelem. És akkor, hogyha te okosba berendeled, mondom, hogy a 80 ezer forintért, akkor a Skinceuticals a zsándékba küld neked egy ilyen előkelő sejempárnát, már fölhúztam, nagyon fogod csipálni, tényleg tiszta sejemből van, és tudom, mi az elég, állítólag, aztán az lehet, hogy csak urban legend, hogy a bőrápolásnak, meg a pihentető alvásnak jót tesz, hogyha sejempárnán alszol. Mondják a nagyok. Hát anyukám, életem első sejempárnája, mert nem vagyok a város királynője, de te légy mindig királynőbe. Ja, várjál, a skinceuticals.hu-ra föl kell menned, és akkor ott meg tudod nézni. Én azt mondom, implant Budára, belököd magad, de skinceuticals.hu-n fogsz tudni eligazodni, és akkor meg tudod nézni a termékeket. Nagyon boldog ünnepeket nektek, puszi! Parkolójegy megvan, igen, a plázás Attila, elindul a plázázás, érted? Mert még szopi van, holnap utazás. Te, hát alig tudtam megállni. Te, én tudod, a teleplázának, a múltkor mondtam, hogy álljál föl, tudod, mert hogy föntről jobban be tudsz menni az üzletbe. Hát te, ezt úgy megfogadta mindenki, hogy nincs egy darab parkolóhely, de most én lelöktem. Attila 114-en nézzél, beállt, mint a gerely. Pillanatok alatt. Várjál, már rongyolok befelé. Millió az ügy. Millió az ügy. Frizurát ne nézd az, anyikát szétesett, érted, mint a body. Rongyolok, figyelj ide, mert azért jöttem, megmondom, oda néz, Coca-Cola, csodás íze, feldobja a karácsony pillanatát, ott van. Hallá, Coca-Colás. Tönné jöttem most be a etelébe. Következő miatt. Tehát nem tudom, hogy tudod, de elindul ez a csicska mozga lépcső? Nem indul el. Hát gyalogol a Cilla. Szóval azért jöttem be, a etelébe, ez a kis karácsony, na karácsony, kisülte már a kalácsok. Azért jöttem be, mert van három áruház, én megállok, tudod, az öregek így megállnak beszélgetni, tudod, így útközben. Szóval, hogy
van egy csomó olyan üzlet, ami csak Budán van, és azt akarom megnézni, mert át nem megyek a hídon, köszöntem Fildán kezet. Például, nézd meg a izét, mert a izén a nagy pupos utazás miatt is kell nekem venni, mert a Pick & Kloppenburg is itt van, akkor a Gapnek is csak Budán csak ebben az üzletházban, az Eteleplázában van, meg azt hiszem a Nike is csak a budai részen, csak itt van, sehol máshol. És ezért berobbantottam a fáradt testemet, meg meg akarom nézni, nézem, mert befordítom a kamerát neked, hogy te lássál, érted? Mert ez halál előkelő. Ezt nézd a Christmas tree, nézd, teljes dekor van, ki van kerázva ide, a pláza tele, itt a Pick & Kloppenburg, mondom, Budán csak itt tudsz berongyolni, különben megállhatsz a dugóba, tudod, hogy már mi van. Jaj, nézzek, nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta, halálkész Christmas tree. Na ide akarok bemenni gyorsba? Úgy jó dolgok vannak, vár. Rongyolja be, meg a izébe, meg a Nike-be akarok bemenni, mert azok is csak itt vannak. Meg mindjárt mondom még, mi volt, ahova akartam menni? Ja, a Gap-et. De hol a Gap? Tehát, hogy mekkora Gap-es volt egy cilla, csak most ide berongyolok. Pillanatok alatt rávettem magam. Azt mondja, shop the look, igen. Ja, igen, most eszembe jutott. Azt akartam mondani, hogy nagyon kapaszkodjál, és nagyon figyeljél, mert nem tudom, hogy te voltál a Disneylandben, mert a öreg cilla már volt a Disneylandben, nagy Disneylandes. De ha te most itt... Jújj, de jó az a t-shirt. Na, ilyeneket kéne vennem. Mennyi adják? Jó, na, tízig, igen, aha. Ez jó anyaga. Halálja az anyag. Na jó, ez a jövök. Szél. Azt mondja, hogy szale. Igen, ez a szale. Ezek is. Szóval, hogy amit akartam mondani neked, hogy ha te 10 rongyért bevásárolol, érted? Akkor te részt tudsz venni egy nyereményjátékba. Vagy kanikat nézünk. Egy nyereményjátékban itt az Eteleplázán van egy applikáció. Letöltöd, oda föltöltöd a számládat, igazolod a 10-est, nekem is lehet, hogy már robbantod ki a fáradt testedet a izébe. Párizsba, a Disneylandbe. Tudod, mert az a fő nyeremény. Egy Disneylandi utazás. Úgy kell neked kapaszkodnod. Vagy, de hol vannak a kanik? Hát ebben nem mégsem utazhatok egy ilyen pupos szoknyába. Hugo Boss. Fú. Igen, akkor itt a Szütyen Gorzoknál végigjöttem, köszöntjük szépen. Szóval ennyit kell tudnod, érted, hogy ezekben az üzletekben te tudsz shopikálni, és gyönyörűen 10 000-ért vásárolsz, nem lesz nehéz, mert egy t-shirt volt ott 11, azt az applikációban föltöltögeted, betöltöd, és utána megnyered az utazásodat, érted? De ha fogalmad sincs, hogy mit akarsz a karácsonyra, akkor még annyit tudjál, hogy akár itt egy mozi jegyet is, érted? Egy családi mozizásra is befizetheted a családot. Kreatívnak kell lenni. Hát az ajándékozásnak nem a lobetta a lényeg, érted? Hanem az, hogy kreatívan csináljad. Jó pofa vagy. Várjál, szerintem a kanik lent vannak, mert tényleg milyen haszonkásat látok. Ja, igen. Szerintem engem oda lelök. Ott. Ja, az kétszintes. Ez ilyen hatalmas. Hú, ez pupos. Menjünk csak le. Millió az ütök, anyukám. Várjál, tartsad addig a vonalat, amíg... Na, ez itt megy. A mozgó lépcső megy. Nézd meg, micsoda áru bőszög. Pick & Kloppenburg. Wow. Ez angolosan mondom. Kloppenburg. Wow. Anyukám, az úri. Előkelő, adjisztál. Jó pofa vagy. Ja, várjál, még itt át akarok menni. Jó? Itt is voltam, a ékszerbolt, de Taylor ékszerbolt is van, és most én átrongyolok. Nézd meg, nyitva van ez aranykapu, csak bújjatok rajta. Búj, zöldág, zöld levelecska. Ja, hogy a gyerekkel várjál. Nézd meg, bocsánat. Hello. Ja, és ott a Gap. Mondom, Budán csak itt van. Ott a Gap. Nézd, ezt ismételgetni fogom. Szóval bejöttünk a Etelébe, így halál jól érezzük magunkat. Neked is el kell jönnöd, nézd meg, Pick & Kloppenburg, Gap, és még a Nike is, csak ha Budán akarod, akkor csak ebbe az áruházba tudod megvenni a dolgaidat, érted? Na, még egy dolgot akarok neked beajánlani, engem már anyukám a kanik várnak, ezt akarom neked ajánlani, ez is egy nagyon jó ajándékötlet, ez az anti-görög kiállítás itt a izébe, a Etelébe, ez kérlek szeretett történelem röviden, kellene neked több, nézd meg. Út a sikeres érettségihez, kapaszkodjál meg, 3900-ért, már itt is, nézd meg, egy föllepülő.
Szóval van egy rendkívül érdekes kiállítás, én ezt meg fogom nézni, nem ma, de majd idővel. Nézzek, október 20-án benyitották, és február 11-ig el tudsz jönni, úgyhogy én a két ünnep között azt fogod látni, hogy itosonkodik a Cilla. Jó? Egy ilyen antik, ancient Greece, ógörög kiállítást nézhetsz, művészet, minden, amit te akarsz. Most meg itt a Zinkbe megyünk, nézzek, etelek gastro, anyukám, nézzek, gastro plány. Anyukám, 58-asnál vagyunk, Parejor, itt is a Cilla, Ibutus a Cilla, most itt állunk, érted utastársaimmal, jó popa vagy, de társasztás a Cilla. Hát ezek itt megindultak, nézzek, Moszkva felé megindult mindenki. Mink ugye várunk, és akkor most a fal a lába fog berongyolni a Cilla. Ez egy úgynevezett, ez a Smart Wings, ez a Czech Airline-nal, kérlek szépen, ez egy úgynevezett charterjárat, érted? És akkor itt van rettentő sok utastársam, akik idegben vannak, mert hogy elromlott valami becsekkolórendszer, és így kézzel tötögetik a papírokat teljes idegben, érted? Itt van Balogh Csaba az Ibusz képviseletében, érted? Mert hogy Ibuszos a Cilla, Judit néni is Ibuszos van. Gondolod majd, hogy nem. Az egők itt teljes idegbe eltévedtek, és azt nézik, hogy mi folyik így Gyöngyös patán. What is going on Gyöngyös pata? Főmerül a kérdés, úgyhogy most teljesen idegbe vagyunk, érted a bevárakozás. Várjál, ma a keresztőzbe eltűnt annam, mert most nézzük, P-hír. És van ez a self-checkout, senki nincs ott, érted? De itt sorbálás van, érted? Sorbálás van, miközben a self-checkouthoz kellene menned. Na most az egy dolog, hogy te hova kell menned, Anna-Marit kéne megkeresni, meg Csoma Andrásnét, Mártit, alias Macát, akiket valahol elhagytam. És várjál, eljökám, a Lidi sapkám, meg minden, ha semmi nincsen. Hova tűntek Anna-Máriáig? Segítsél már nekem. Mi ez az Audi te? Igen, semmi, nem itt, nem ott, nem erre, nem arra. Keresel, kutatod. Nem látod, édesanyám? Majd segítsél már nekem. Majd Mártát. Várjál. Mert én úgy elrongyoltam gyorsan a végén, mert tudtam, hogy van ez az önkiszolgáló, és akkor nem kell sorba állni. Ezért álljálnak a sorba. Nézd, sok keskeni. Jó pofa vagy. Millió az ügy. Nagyukám, már megindultunk, mint a darmol. Itt is van egy csendes sarok, ide le lehet ülni. 23-as kapunál kell berobbantani a fáradt testünket. Hát azt kell mondjanom neked, hogy ugye ez az ománi járat, ez úgy néz ki, hogy 5 kör indul. Most volt egy kis fönnakadás minden, de 5-kor indult, tehát neked 3-kor úgy kell itt állnod a reptéren, mint Katiban a gyerek, érted? Te úgy állod, és akkor mi most a B23-as kapura fogunk rárepülni, tudod? Itt a gyöntjük, itt a Café Frey mellett, ügyelgünk, nyugodtan. Anna-Máriáik, Márti, Anna-Mária, azok jönnek, rongyolnak teljes idegbe, oda nem tud elképzelni, hogy mi lesz itt. Te ez az omán, ez teljes bevadulás. Elindítottam a nyugdíjas járatot, tudod? Halál aranyosak az utitársak, ugye? Charteles a Cilla. Ugye azt mondtam neked, ezt már mondtam neked, a charter járat, amikor az utazási iroda kibérli a repülőgépet, és azt megtöltögeti. Érted? Úgyhogy mondom, a Fekete Mihályné Nyíregyházáról, meg az egész társaság, mindenki itt van, tehát millió az ügy. Hát anyukám, szeretettel köszöntelek, az öreg Cilla felszállt, Flying Cilla, Ibusz Cilla megindult, Becsés madártáblad, hol azt te láthatod, mink már ide. Hát nem sikerült 5-kor elindulni, csak 7-kor, mert millió volt az ügy a reptéren, megkészült a Cilla, de akkor mostantól számoljuk a 6 órát, már kell föl a nap, és mink már mindjárt felnőtt fölött vagyunk, ugye, ahogy azt annak idején énekelte a Lilla, Júlia nem akar a földön járni, fölszállt ezért a fejünk fölé. De most ami még nagyon érdekes, hogy egy teljes, igen, van egy
gyerekbömbike, előttem egy csöpcégülőt, azért nagyon jó kép az édesapja, édesanyja az itt van. Akkor van egy másik 124 tagú család, ott is, ott 3-4, nem tudom hány gyereket hoznak, visznek, érted? Teljes idegben, szóval abban bízom, hogy egy kis, egy cseppot itt tettek a tejecskébe, érted? És szalszik, mint a bunda, omámig, érted? Mint megindultunk, láthatod követő, rajónő, hó. Utána Ománból már jelentünk, már kicsit mesélek neked Ománról, mit kell tudnod neked, ez véget az egészről. De egyenlően, Anamarit ott láthatod. Anamarit ott látod, hogy mozgva dobja magát, és úgy fogod. Mondjukám az öreg cilla már Dubaj fölött rombol. Ott látod a figyeltet, meg ott a kapitánus. Ott a nagy pálmasz, ugye? Itt is kép, valami, itt a születbe. Jól érezte magát, Anamarira rálöktük a maszkot, érted? Ő is megindul, itt leföl császkál, érted? Kell a mozgás, ugye? Szóval, hogy mondom, az út az nem annyira vagány, így ezt nem vagyok, hogy beájulva, az olyan, mint egy, igen, várja, tartsd a vonalat. Welcome aboard, az van. Igen, Ibike az elől van, ő hozott egy, tudod, olyan fejtartott, amit a teleszobba árulnak, bele tudod nyomni a fejedet, mert ha visszajön, akkor megmutatom a Mihály nénak a fejtartóját. Ugye, akkor, hát most ugye, azért annyira nem tudom ülni, érted, inkább így egy kicsit
intézkedne. Na most mi rendeltünk ilyen ebédet, hogy nekünk berendeltünk a ebédet, de egyébként etel, te fizettel, érted? A fantáért, az ebédére, ugye van egy ilyen menükártya, ugye, a csecsajok intézik, van egy csepani, rengeteg csecsaj, csak hogy ilyeneket kis lovent, meg nem tudom, miket vehetsz, de mint a papadós, tudod, mit akarsz, hát jó tudom. Jaj, nézek, Marikáik is eljöttek, hogy kis az üdülésre várnak. Rengeteg a gyerek, de mondjuk ahhoz képest elég csendes. Nincsenek olyan sokan. Idénkéig is ugye, jól vannak hátul. Mindenki átadja a helyet. Laci bácsi azt mondja, azt mondta Erzike, vagy Marikának, hogy nyugodtan üljél be. Percig, ne aggódjál. Nuszi nénék is itt vannak. Szóval óriási életben vagyunk. Óriási az egész. Gyorsan elteszek egy memória habos párnát. Tehát, mert hogy egyszer elengedem. Gyere, tessék lenni, ne tessék egy végebb aggódni. De várjál, melyikbe vagyunk. Nem itt vagyok. Várjál, de már nem. Hova rakta az árpi a bőrön. De már várjál, mert most melyikbe. Hát de most akkor hogy te... Ez a mi bőrön? Nem, mindegy, ott hagyom Vincentvál az oláokat, lenyitva, ebben 30 adján, de várjál, hova rakjam, akkor most a memória ahhoz bár. Hát direkt előre akartam ülni, hogy gyorsan le tudjuk szállni a gépről. Szökezzel, Árpid, melyik a mi ez? Nem tudom. Jó, akkor fölrakom. Jó, de segítsél, hát nem érem föl. Árpid, de Ibike, mondtam neked már 50-szer, jó, akkor vedd le. Vedd le a memóriadőt, hát te a kezem leszakad, és akkor én mögéből be tudom tenni a memóriához párnát. Igen, várjál, elnézést, nem? Akkor azt néznék még, ott mi van? Nem, az nem, az is a milyen? Igen, az a te kabátod. Aha, jó, vedd még azt le, és akkor én most gyorsan felrakom a párnát, de nem biztos, hogy várjál, nem ide, akkor vidd előre. Ezeket az ancukokat előre. Szóval láthatod, követő rajongó ott volt, láttad? Az volt, az a jár, Ibike, egy pillanatra belenítette neked, amiben így bele kell dugni a fejét. Láttam a teleszokba, nagyon jó kis szerkentyű. Főként fújni érte. Jóként kanyarni talszik, érted? Itt elalult a gyehent szembezi. És ezt akkor, hát akkor eltűnálom. Ezikék eltűntek teljesen. Errefelé mi van? Ja, semmi. Itt Margit néniékkel beszélgetnek egy pillanat erejéig. Hát nagyon várjuk már az utazást, meg egy kis pihenést, ez az évvégi szusszanást, azért kiár nekünk. Egyébként hibuszos az egész járat, mert hibusz Cillában vagy, úgyhogy mindenki az hibusszal utazik. Most amit neked tudnod kell, majd egy kicsit mesélek neked az hibuszra, mert ez egy 120 éves utazási iroda, az első között volt, jelenleg is 36 irodája van, és ott van, hogy tisztelőcsipánom vele is egyetem, az egytársaság, ő a Fekete Mihályné. Mi egy branc voltunk, tudod, az elején nagyon édesek voltak, és ő is föl